Kedves hallgatóink, néhány napja megérkeztek az első olyan számlák is, amelyek már a rezsicsökkentés utáni árat tartalmazzák. A rezsiemelkedéssel sokan kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nehezen tudják fizetni a számlákat. Mit tegyen az, akinek problémát jelent a rezsi befizetése? Mi történik, ha nem tudja befizetni a villany vagy gáz számlát? Kikapcsolhatják az áramot vagy a gázt? A távhőszektorban is véget érhet a rezsicsökkentés távhővel fűtök sem ússzák meg a rezsiemelést. Ezt olvashattuk a napokban mégis magasabb fűtésszámlára számíthatnak a távhős lakásban élők? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő percekben Kis Balázs Attilával, energetikai takarékossági szakértővel. Sok szeretettel köszöntelek, szervusz! Üdvözöllek én is, és a kedves hallgatókat köszönöm a meghívást! Most először küldtek olyan számlát, amelyben az átlagosnál magasabb fogyasztás esetén már a lakossági piaci ár is szerepelhet a számlákon. Hogyan változott a számla kép? Egy picit erről beszélgessünk most a beszélgetésünk elején. Hogyan kell értelmezni a különböző adatokat? Mi a helyzet az általány fizetőkkel, illetve a diktálókkal? Nekem egyértelműnek tűnt a saját számlám, tehát én még belefértem. Hál' Istennek a rezsicsökkentésbe, tehát a kedvezményes összegbe. És egyértelmű volt, hogy mennyi lenne, hogyha nem így lenne. Hát meglepődtem, és nagyon drukkolok, hogy ezt az összeget tudjuk tartani. De nem mindenki számára egyértelmű. A Igen. számla értelmezés. Igen, ezt sok helyről hallottuk mi is, hogy pár embernek egy kicsikét úgy nem volt teljesen egyértelmű, ami érthető is, mert került bele egy-két újabb dolog, egy-két olyan dolog, ami, ami az én magyarázatra szorul. Természetesen ugyanúgy továbbra is megtalálta azt, hogy melyik időszakra vonatkozik ez a kiszámlázott, mennyi a fizetési határidő általában, ezeket a 15 napba szokták megszabni. Adott esetben most már le van írva az, hogy most mennyi a fizetendő összeg, ami az aktuális számlába keletkezett. Le van írva az, hogyha mondjuk nem lenne adott esetben a rezsicsökkentett ár, akkor ez mennyit tartalmazna, és ugyanúgy tartalmazna hogy azt is, hogy mi az, amennyit spórolhatott ez idő alatt. Természetesen most már benne van az a része. Még azért annyira nem vagyunk benne a fűtési időszakban. Ezáltal Igen. még a magyar, Magyarországon a lakosság többsége effektíve, még azért nem, nem látta azt, hogy valójában mi lesz neki a fogyasztott, elfogyasztott mennyiség. Értelemszerűen fontos, hogy, hogy általány vagy diktálósban van. Erről is beszéltünk veled előtte még, és itt azért fontos kiemelni, hogy két különböző konstrukcióról beszélünk tényleg teljes mértékben, vagy ha általányi fizetünk, azt úgy számolják a szolgáltató, hogy van egy tervezett fogyasztásunk az egész évre, azt ők elosztják 365-tel, és az aktuális hónap számával, vagy az hónapnak a nap számával megszorozzák, és úgy füzetjük, és akkor évfordulónál meg mondjuk kompenzálunk adott esetben. Hogyha havi vagyunk, itt azért kicsit nehézkesebb, mert bediktáljuk, és fűtés szezonban az elég magas lesz. Az. Uh -huh. Ezáltal a csökkentett ár fölé megyünk lényegesen, ha még benne is lennénk, de akkor is az aktuális hónapban fölé megyünk. Ez sajnos kiszámlázzák részünkre, és majd az évfordulóval kompenzáljuk. Adott esetben mondjuk nem biztos, hogy kellemes egy felhasználónak, hogyha mondjuk egy február vagy márciusban kap mondjuk adott esetben egy 5-6 vagy 600 ezer forintos gázszámlát, lehet, hogy azt kompenzálják majd az év de az érdemes elgondolkodni azon, hogy ez mondjuk egy családnál bele tud-e férni. Nagyon sok kérdés telefon érkezett tegnap egy egészen másik műsorunkhoz, mégpedig a Paláverhez annak kapcsán, hogy ugye megérkeztek az első számlák, és vannak olyan nyugdíjasok, akiknek gondot okoz a kiegyenlítése, a számlák kiegyenlítése, hát ennek kapcsán beszélgetünk mi most a következő percekben, mi lesz a következménye, ha valakinek problémát jelent a rezsi befizetése, ha valaki nem tudja fizetni a rezsi számlát? Nem tudom, hogy érdemes-e külön vennünk a villany, illetve a gázszámlákat, vagy akár közösen és együttesen is, együttesen is beszélhetünk. egy kalap alá, abszolút. Ja. Nagyon fontos tudni, hogy most egy olyan, amiről beszélgetünk, ez... Ez maga a szerződésben foglaltakról beszélgetünk. Lehetséges, hogy mondjuk magánszemély esetén is, vagy mondjuk vállalkozás esetén is ezek eltérhetnek, majd adott esetben, hogy a szolgáltatónak jelzik, hogy mondjuk nehézségeik adottak. Például magamból kiindulva annak idején, mikor diktálós voltam még egy időben, társasháznál is, és online diktálos voltam, akkor is volt, hogy elfejtettem bediktálni, és mondjuk második hónapban jött az, hogy még az előzőt se kapták meg. Elvileg, eredetileg a szerzői szerint úgy vagyunk, hogy mikor megkapjuk az aktuális számlát, meg vagy melyik időszakra, 15 napunk van, onnantól kezdve befizetni. Ha ez nem történik meg a 15 nap után, elvileg 5 napon belül kiállítanak egy füzetési felszólítást, hogy nem történt meg a kiegyenlítése, legyen kedves az ember, ezzel valamit foglalkozzon. Tudni kell, hogy valaki már érdemes lehet, hogyha valaki már ekkor látja, hogy ő nem fogja tudni ezt kiegyenlíteni a számlán, és ugyanúgy az elektronikus számlán, vagy a papíralapú számlán is megtalálhat az ügyfélszolgált telefonszáma. Érdemes azonnal betelefonálni, és megmondani azt, hogy ez a helyzet állt elő, nem tudtuk, hogy adott esetben most ez mekkora vagy hogy lesz, milyen megoldási javaslat van. Hagyjak haszolak meg. Csak nyugodtan. Szintén tegnapi telefonálókat idézve nagyon nehezen elérhető a társaság, ugye az üzemeltető, e-mailben e működik -e ez a történet. E-mailben is működik, természetesen ott is lesz az, hogy x nap határidejük uh -huh. van válaszolni. De um, mégis azért ott van tényként, hogy ő jelezte a szolgáltató igen. számára, hogy gondot okoz a így, így van, bár hivatalosan eredetileg szerzői szerint az van, hogy az, az nem minden esetben mérvadó, hogy ő időben e-mailbe jelezte. Uh -huh. Én azt mondom, hogy minden esetben érdemes ezt telefonon megpróbálni, e mailben is jelezzük adott esetben, de mondjuk egy nyugdíjasoknak sokkal egyszerűbb, mert most nem biztos, hogy mindenki föl tudja csapni a laptopot és így. megépelni az adatokat. Telefonon betelefonál és elmond az adatokat. Fontos, hogy ez a a szállítva maximum 5 napon belül történhet, meg utána már nem foglalkozik vele a szolgáltató hmm. szerződés szerint. Valószínű, hogy azért lesznek olyan rugalmasak, hogy mondjuk próbálják, mert most elképesztő sok ember fog betelefonálni, mert valójában most szembesülünk azzal, hogy mi történt. Innentől szállítva van az, hogyha a felszólításnak se tettek eleget, akkor 11 napon belül egy ilyen kikapcsolási, felszólítást is fognak küldeni. Onnantól kezdve sajnos már nehézkesebb a dolog, mert akkor már indul egy kikapcsolási kérelem, lekapcsolják a szolgáltatóról. Ha aktuálisan vissza akarják kapcsolni, akkor már csak az a megoldási lehetőség, van, hogy a szolgáltatótól kimegy valaki, leellenőrződött esetben a villanyórát, gázórát, mindent, és csak akkor indítják majd el, ha mindenki van fizetve, és mindent rendbe találnak. Ha mondjuk régi a villanyóra azt mondják, hogy addig nem is kapcsolják vissza, addig azt nem újítja föl. Ezek már azért nagyobb költségek tudnak lenni, amire érdemes odafigyelni. Sőt, a visszakapcsolásnak is van összege, ha jól tudom, tehát az se automatikus. Így van. Visszakapcsolásnak is azért van egy, van egy ö, elég komolyabb összege, a felszólításoknak is van ilyen ezer forintos összege, amit a következő havi számlához raknak hozzá, de nagyon fontos tudni, hogy jelenlegi állás szerint az van, hogyha valaki egy jelzi a szolgáltató hogy nem tudja kiegyenlíteni ezt a számlát, akkor két lehetőség van. Egyik az az, hogy fizetési halasztást kér, ezt uh -huh. maximum 30 napra engedélyezik, vagy részletfizetést kér de fontos tudni, hogy a fizetési halasztás nem kérhet újabb fizetési halasztást, szóval 30 napon belül neki ezt ki kell fizetnie. Ha a részletfizetésben megállapodik természetesen 6 vagy 12 havi részletbe, akkor az egy más fennállás, de fontos tudni, hogy egy évben egyetlen egy alkalommal lehet ilyet kérni. Ha a következő havi számlával is problémája lesz, akkor ott már azért az egyedi eset. A kikapcsolást végző szakembernél kiegyenlítheti a fogyasztó a tartozását. Ez lehet, hogy meglepi a hallgatókat, már mint a kérdés, de készülve a beszélgetésbe ez nagyon gyakori, hogy az emberek addigra megpróbálnak kölcsönt kérni, és, és, amikor jön a szakember, akkor megpróbálja kiegyenlíteni a tartozást. Én tudom a választ, ugye, mert hogy a, a, készülve a beszélgetésbe a a választ is elárulták, de hát mint szakember kérdezlek téged. Hivatalosan a szakember elvileg nem lehet, igen. mert ön nem order hivatott, és nem arra van felhatalmazva, hogy ő összeget vegyen át készpénz által, vagy bármi által. Fontos, hogy minden esetben ezt mondjuk már banki átutalással lehet meg, meg, megtenni és megtörténti, azaz véglegesé válás, hogy úgy lesz. Ez egy fontos információ, mert szerintem nagyon sokan, akik laikusok, és Igen. teljesen érthető, hogy így gondolkoznak, azt mondják, hogy hú, amikor jönnek, akkor majd kiegyelítem, de valójában. nem. Ez természetes, nem. mert nem mindenkinek a bank számláján áll rendelkezésre az összeg, hogy esetleg kölcsön is kér, ott van készpénzben, és ezt meg kell oldania, vagy akkor a autóhoz besétálni, és akkor sorba állni, és úgy kiegyenlíteni, vagy banki átutalásra megpróbálj felrakni bankszámlára, és úgy kiegyenlíteni. Úgy fogalmazta, hogy akár egy kalap alá vehetjük ugye a gáz, illetve a villanyszámlákat, akkor semmiféle eltérés nincs a számla kiegyenlítése kapcsán. Hát a két szolgáltató tekintve eredetileg nincs. Hogy látod, hogy hol okoz nagyobb problémát? Villany vagy a gáz mm, számla rendezése? Egyelőre én egy még azt gondolom, hogy gáz, de azáltal, hogy az elmúlt években elég komolyan abba az irányba ment az ország is, hogy napenergia, elektromos fűtés és minden egyéb, ami hozzá kell tenni részemről is az én gondolatom alapján, és az elektromos fűtés sokkal gazdaságosabb és környezettudatosabb tud lenni, és itt a legnagyobb szó az, hogy környezettudatosabb. Ezáltal már azért elég jól emelkedtek, az, akik villamos energiával is fűtenek. Hozzá kell tenni, hogy annak duplára lett, kevesebb, mint a duplája a gáznak meg hét és félszerese. Ezáltal egyre többen az elektromos áram felé mennek el, de ami lényegesen nagy kiugró, az a gáz sajnos. És ha már a gázról volt szó és a fűtésről, ugye az őszi téli fűtési szezon szintén nagy kihívást jelenthet majd sokak számára. Említetted, hogy ez a számla még nem tartalmaz a teljesen érthető módon ugye a fűtés költségét. Fontos megjegyezni, hogy az év leghidegebb hónapjaiban a, a szolgáltatók az eddigi gyakorlat szerint nem kapcsolták ki sem az áram, sem a gáz ö, szolgáltatást feltételes módban beszélünk, Igen, Mit azért, vársz az idei évfetően? Azért itt el kell mondani azt is, hogy eddig, hogyha valakinek mondjuk volt egy hátraléka, akkor volt 40-50 ezer forint hátraléka, és mondjuk a szolgáltató úgy volt vele, hogy rendben menjünk, mert mondjuk eltelik egy négy hónap, beszéltünk arra, hogy körülbelül négy hónapot fűtünk, azaz kettőt keményen, négyet meg igazából félig, ezáltal négy hónap fűtéssel számolunk teli hónappal. Azt, hogyha kijön most valakinek egy fűtési szezonra 200 ezer forint a szolgáltató, Könnyebben mondta azt, hogy rendben, mondjuk összejön ebből ezer ember adott esetben, és akkor nem kapcsoljuk a menjen, de hogyha most 800 ezer forint lesz PER felhasználóként, mm -hmm ott azért már érzem azt, hogy, hogy azért az már egy eléggé, eléggé nagy határon mozgás, és tényleg mindenféleképpen nagyon fontos, hogy beszéljünk, kommunikáljunk a szolgáltatóval, hogy egyszerűen nincs más megoldás, próbálják meg segíteni. Azért ott is emberek ülnek, hiszek benne, hogy, 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 hogy ezt az oldalát meg tudják fogni. Persze meg van kötve sok esetben a keze, de bízom benne, hogy azért elgondolkodtak azon, hogy, hogy, azért lesz jó pár olyan ember, akinek segítségre lesz szüksége. A távhő szektorban is véget érhet a rezsicsökkentés. Távhővel fűtő sem ússzák meg a rezsiemelést, csak két címet olvastam, amelyet közelmódban mindenki olvashatott, ugye megjelent az interneten. Mégis a magasabb fűtésszámlára számíthatnak a távhőf, távhős lakásban élők? Hogy látott te ezt? Én ezzel kapcsolatban igazából egyelőre azt látom, hogy, hogy puhatolózás van és spekuláció, uh -huh. mindaddig, ameddig nem lehet tényként beszélni valamiről, addig én azt mondanám, hogy, hogy inkább ne kezdjük el azokat az embereket is ilyen mondjuk egy frázba kergetni, hogy mi lesz, előfordulhat, de az is előfordulhat, hogy nem. Ezáltal, amikor valójában kijött erre vonatkozóan egy jogszabályváltozás, vagy mondjuk konkrétum, akkor érdemes róla beszélni, és akkor nagyon szívesen elmondom újra hallgatóknak, hogy, hogy mi az, amiről pontosan szó van, és mi az, amire számíthatnak. Ugye a cikkek kapcsán rengetegen kommenteltek, és sokan azt mondták, csúnya hozzáállása, hogy persze miért maradnának ki a távhős lakások, de nagyon sok esetben elfelejtik az emberek, hogy aki távhős szolgáltatást vesz igényben, az télen nyáron fizet. Tehát amíg egy gázzal, illetve villanyjal fűtő lakásról van szó, az pedig csak ugye abban az időszakban, amikor valójában arra használja a szolgáltatást. Ez egy picit Reményt adhat a távhővel, szolgált, távhővel fűtöknek, hogy ők azért télen nyáron is egyformán fizetnek? Tehát nem lehet azt mondani, hogy megúszszák ugye összességében az Azt mondom, hogy igen. Fontos hozzátenni, hogy mondjuk a távhő egy bizonyos része. Van olyan mondjuk társaság, akinél fontos kiemelni, hogy mondjuk ők nem lakossági áramot vagy gázt vásárolnak, hanem mondjuk ők egy ipari fogyasztóként, mert ők osztják le a társasház, osztja le a lakóknak, ezáltal nem a lakók vannak kimondottan szerződve, hanem a társasház. Ott meg mondjuk már pontosan tudok olyan társasházról, akinek az idejében mondjuk 85 forint volt kilovatja az energia áramnak, mindazok elnére, hogy mondjuk idén még 36 volt a lakossági, és most tárgyalnak közgyűlésen, hogy lehet, hogy 200 forint lesz a jövő évre, mert ők egy évre vásárolják az energiát, és mondjuk ott azért 200 forintos villamosenergia már nem annyira olcsó, bár ezt is lehet, hogy ugyanúgy megtartják az a 80-as határnál, de a gázt azt meg drasztikusabban szeretnék emelni társasházaknál. Ez annyira igazából még vélemények, és még ilyen nem körvonalazódott, hogy, hogy rossz is róla beszélni, mert az emberek nem tudják pontosan még, hogy mi van, és inkább de nem szeretnék én se elteni. Abszolút érthető volt, utaltál is rá. Ha aktuális válik Így a téma, van. jössz hozzánk, és elmagyarázod a hallgatóknak. Részletesen beszélgetésünk végén pedig összegezzük a legfontosabbakat, ha olyan helyzetben van a hallgató, hogy nem tudja most kiegyenlíteni a rezsi számláit, mit tegyen. Végigbeszéltük, de most azért van rá időnk, összegezzük jó a legfontosabb tudnivalókat. Jó, nagyon fontos, hogy adott esetben már a számlát a kezünkbe fogtuk, vagy mondjuk online tálunk, vagy, vagy úgy jön ki a számla, és biztosak vagyunk benne, hogy ez nehézséget okoz a család terhére, akkor már azonnal próbáljuk meg telefon elérni a szolgáltatót. Ezt most pontosan tudjuk, hogy sajnos egy kicsit megnövekedett a megkeresésük, ezáltal lassabb az ügyintézés, de úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy családi nehézségek ne legyenek, annak érdekében akár háromszor, 5 ötször is föl tudjuk hívni a szolgáltatót, mert inkább jussunk eredményre. Írhatunk egy e-mailt is, legalább lesz egy nyoma, de a telefont azt ne engedjük el, és próbáljunk meg adott esetben. Én nem azt mondom, hogy fizetési halasztást, mivel hogyha diktálósok vagyunk, a következő hónapban is ilyen számlánk lesz, és lehet, hogy a következőben is ilyen számlánk lesz. Ezáltal a részletfizetést próbáljunk megkérni, és próbáljunk meg megegyezni a szolgáltatóval, hogy évközben nincs elvileg lehetőség, hogy általányba átmenjünk, de próbáljuk meg, lehet, hogy pont lesz egy ilyen lehetőségünk, hogy mégis átmenjünk általány, fizetésbe, és akkor egy évet folyamatosan tudjuk, hogy minden hónap mennyit kell fizetni, azzal tudunk kalkulálni. Azt be tudjuk rakni a költségvetésünkbe, de hogyha kijön egy 600 ezer, azt elég nehéz berakni a költségvetésünkbe. És minden esetben kommunikáljunk, mert hogyha elindul a felszólítási időszak, akkor plusz terhek kerülnek rá hónapról hónapra, hétről hétre, és mondjuk adott esetek is kapcsolatják, ami mondjuk nagyon nagy érvágás tud lenni. Jó, visszakérdezek, tudom, hogy elmondtad, Éken? de nyomatékosítsuk a hallgatókba, mi számít késedelemnek, és Mennyi ut után jöhet a felszólítás, hogy kikapcsolják a szolgáltatást. Eredetileg a számlán is az majd 15 napos fizetési határidőnk van először a szerződés szerint 5 nap után újra kapunk egy felszólítást, hogy valamiért nem történt, meg legyünk kedvesek kiegyenlíté, majd 11 nap után kapunk egy kikapcsolási felszólítást, hogy nem teszünk eleget a kötelezettségeinek, akkor ki fogják kapcsolni a szolgáltatást. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez tovább fog tartani, főleg a mostani időszakban, de, de egy hónapon belül valami kommunikáció kerüljünk. Jogszabály az a szerződés szerint az van, hogy a felszólítástól számítva, a második felszólítástól számítva, maximum 5 napunk van jelezni azt, hogy szeretnék fizetési haladékot, vagy részletfizetést. Ha nem tesszük meg, akkor onnantól kezdve arra van már csak lehetőségünk, hogy amit kiküldtek nekünk számlát büntetési kamatta is minden, de azt egybe kifizessük és visszakapcsolják a szolgáltatást, másra akkor eredetileg már szerződés szerint nincs lehetőségünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál az elmúlt percekben Kis Balázs Attilával energetikai takarékossági szakértővel beszélgettünk annak kapcsán, hogy mi lesz a következménye, ha valakinek problémát jelent a rezsi befizetése. Köszönöm a segítségedet. Én köszönöm, hogy itt lehettem és segíthettem. További szép napot!